Na most ez az egy mondat, hogy lemondott posztjáról Braun Robert a miniszternek hivatal kormányzati kommunikációért felelős helyettes államtitkára, ez egy hír. Most a hírrel kapcsolatban nagyon röviden a következőt lehet elmondani, tehát ahogy az egyetemen az ember ezt így röviden megpróbál. Világos. Mi a hír? A hír az akkor hír, ha aktuális. Tehát az, hogy most így berohanna a kicsi úszor és közölné, hogy Napóleon vesztett most Waterloo-nál. Lelőtték a lovamat alóla. Igen. Az nem hír, miért nem? Mert nem aktuális. Na de és aki nem tudja, hogy meghalt a Napóleon, annak nem aktuális? Nem aktuális. Ezért hülyeség történelmet tanulni. Hírnél... Nem aktuális. Na meg jó. A hírnél az borzasztóan fontos, hogy meglepő legyen. Tehát az nem hír, például, hogy lehullottak a lompolatok. Akkor minden mondatot hír. Tehát az nem hír, például, az nem hír, hogy hétvégén alkoholt fogyasztott Bajor Imre, az nem hír. Mi volna hír? Miért ne lenne hír? Miért ne lenne hír? Hiszen az nem volt, az folyamatos. A hír tehát az van, egyébként ez egy Lutze Ebring nevű német szociológus. Lutze Ebring. Ja. Én is kérek ezt. Média szociológus. Én is kérek. Tehát magyarán a meglepő erő borzalmasan fontos, tehát a hír nem az, hogy ivott a hétvégén kicsiúszár, az volna a hír, hogy ezen a héten nem ivott. Nem ivott. Következő. Tökéletes. Következő. Igen. A hírben szereplő személy ismertsége és befolyása. Az például, hogy köszönöm. Mondjuk köszönöm. Gálvölgyi művész úr. Igen. Gálvölgyi művész úr. Beszéljünk rólam, hát. Igen. Nagy sikert aratott hétvégén. Nem hír, mert hiszen... Nem köszönöm. Hír, hiszen mert hiszen mindig. Soha. Vaj, hiszen mindig. A Madách Színházban az nem hír. Ha most megbukik 28-án az operettben, az egy hír. Jól mondom? Ellenben... Ha mondjuk netalántán Kovács 23 János egy születésnapi ünnepségen elmond egy nagy sikerű verset, az nyilván nem hír, mert kutya nem tudja, hogy ők kicsodák. Tehát fontos, hogy a hírben szereplő személy ismert és befolyásos vagyok. Akik itt most jelen vannak, azok gyakorlatilag mind felvételt nyertek a Havashoz. A következő... Földrajzilag és kulturálisan legyen hozzánk közel. Tehát az nem különösebben hír, hogy mit tudom én, döglenek az oroszlán fókák Grönlandon, minket az érdekel, hogy a békésmegyei sertéseket ne vigye el a, bizony, a vész. Bizony. Hogy aggódom én reggelente. Végezetül a hírnél borzasztóan fontos a kár és normasértés foka. Tehát például, ha ellopnak egy Trabantot, az nem hír. Olyan probléma. Igazán az a hír, ha ellopják. A Rolls Royce. Csodálat. Nem buktam meg. Egy egész házat, meg üdülőt, meg villát, az annyira nem aktuális, hogy nem is írnak róla. Nem, lassan. De várjál, de most honnan indul? Na most Braun Roberthez visszatérhet. Nézzük meg Braun Robertről. Kicsi huszár, mint első osztályos tanuló. Igen? Igen. Van-e hírértéke annak... Van egy más csugó. Hogy lemondott Braun Robert helyettes államtitkár. Nincs. Annak hírértéke... Aktualitás vagy, tekintetében. Van vagy nincs? Szerintem nincs. Miért nincs? Mert én nem ismerem Braun Robertet. Braun Robertot. Azért nincs, mert most mondott le, de mikor kellett volna? Régen! Köszönöm! Tanár úr, anyámat beküldhetem? Köszönöm! Következő kérdés. Gálvölgyi. Föl. Igen. Meglepő erő tekintetében az a tény, hogy Braun Robert lemondott. Ez bír-e meglepő erővel? Hogy lemondott? Gondolkodjunk. Nem bír. Hiszen... Bír, mert kicsi huszár! Segítsen neki! Leöntöttem a izélyt. Nem bír, mert ne, az volt a bír, hogy ő eddig bírt. Rúghatták volna. De páros lábbal. Igen. Következésképpen ez nem hír. Nem hír. Mikor lett volna hír? Ha nem rúgják ki. Vagy nem. Ha nincs Braun Robert. Legyed nem jó. Tanérem! Önökem a bajon rosszul van, és én haza tudnám kísérni. Mondjad!
Csak... Csak a Kerr mondta, hogy ki kell menni pisírnie. Ki mehet? Ki kísérsz? Ki? Mert Lisa egyedül már nem bír. Mikor van vége az órának? Mert már ülünk megáll. A hírben szereplő személy ismertséges befolyása kicsi huszártanuló? A Gábornyi levette a cipőjét. Nem igaz! Nem igaz! Csak mind a kettő. Nem igaz. Ahülye vagy! Ahülye! Van itt egy normális színész? A Juci! A Juci! Igen. Kem Andriska, csöngessél, hogy véget tudjak vetni az órának. Ad tudsz csöngetni? Nem tudok, tanár úr, mert a verebes szurkál a körzőjével. Nem tudok. Csöngessen valaki. Ki lehet menni? Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, köszönöm. Álljatok föl, gyerekek. Köszönjük. De ja? Köszönöm. Én hirdetek, tanárom. Ez végül is kedves volt. Én hirdetek. A szünetben lehet diplomát venni kinn a büfében. Most reklám